Berki Mazsi nagyon korán indult, hajnalban volt az úton, de átadta az utat, és eléggé felöltözött. Berki Mazsi, most sokkal kevésbé hallják meg, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a magánélet és a média között korlátozott lehet. Szinte semmilyen információt nem oszt meg magánéletéről, a múltból való tanulásról. A vonalon kívül, miután a kemény fagyok ismét 20 fokkal vannak, volt olyan idők, amikor sok dolgot megosztott a követőkkel és a médiával. Emlékezzünk arra, milyen megosztó volt, amikor kiderült, hogy gyermekeik születését közvetítik, de sok támadást is kaptak egy adott busz ellen. Ez azonban múlt, az emberek már nem beszélnek ezekről dolgokról, de időről időre megtámadják Mazsi, még mindig nem tud sokat kapcsolatáról, ami szintén sok artikuláció volt sajtóban. Mazsi azonban minden bizonnyal kiváló formájú, és talán soha nem volt ugyanúgy, mint most. A kondis képei, amelyek rendkívül ékeszólóak, és Mazsi büszke lehet vonalaira, miközben visszatér a televíziós világba. Most bejelentkezett egy dombfotójával, és hamarosan úton volt. Ha kíváncsi a Mazsi szerdai szettére, kattintson erre a linkre, és láthatja, és talán később kiderül, hogy hol vezetett az utazása.